Szervusztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket ismét. Hétköznapi körülmények között viszonylag sűrűn előfordul az, hogy egy elektronika, bármennyire is óvatosan bántunk vele, bármennyire is tudatosan a rajzok alapján szereltük össze, tönkre megy, vagy nem az elvárások szerint működik. A következő videóban egy teljesen átlagosnak tekinthető hibakeresési folyamatot fogok bemutatni nektek. Ami előttünk van, konkrétan az a bizonyos SMD próbapanel, amin az SMD forrasztás csínyát-binnyát próbáltam korábban bemutatni. Ez teljes egészében össze van rakva, ez elvileg egy működő áramkör lenne. Ugye, ha alaposan megnézzük, vagy részletesen megnézzük, konkrétan a kapcsolási rajzot majd a videóba be fogom ágyazni, illetve egy külső linken is meg fogom mutatni. Két fontos alkatrész van, az egyik egy NE555-ös időzítő IC, illetve egy CD4017-es, tulajdonképpen egy léptető, ami az órájának megfelelően sorba kibekapcsolgatja a lábakat egy megadott szisztéma alapján. Ebből az következik, hogy megfelelő felállás és a táp bekapcsolása után gyakorlatilag körbe-körbe a ledek elkezdenek villogni, illetve a szélén négy darab led is elkezd villogni. Ha bekapcsolom a tápellátást, akkor viszont azt tapasztalom, hogy ugyan világítani világít, és fogyaszt is, ráadásul nem is keveset, de nem az történik, amit elvárok. Innentől kezdve meg kell néznünk, lehetőleg előről hátrafelé, hogy mi az, ami működik, illetve mi az, ami nem működik. Ennek az eszköze az itt látható oszcilloszkóp. Ez egy olyan eszköz, amely elektromos kapcsolásokban a feszültség változását tudja nekünk megmutatni, meglehetősen sűrű időintervallumon belül is. A lényeg az, egy alapbeállításon van, témunk az, hogy megtaláljuk, hogy mi az, ami működik a rendszerben, és mi az, ami nem működik a rendszerben. 5 voltot tápot kap most maga ez a próbapanel. Az első dolog, amit meg fogunk vizsgálni, az konkrétan a táp. Most úgy van beállítva az oszcilloszkóp, hogy egy osztás a kijelzőn, ugye függőlegesen 8 osztás van összesen, egy osztás a kijelzőn az 2 voltnak felel meg. Mivel 5 volt a távfeszültség, itt a második osztás fölött kell valahova megérkeznünk. És voilà, a második osztás fölött egy kevéssel meg is érkeztünk. Tehát a távfeszültségünk rendben van. A következő dolog, amit hozzá kell néznünk, az, hogy megnézzük, hogy vajon az IC-knek az tápellátása, illetve az IC-kben végben menő kapcsolások következtében létrejövő feszültségváltozások, azok az elvárások szerint működnek-e. Nézzük visszafelé a dolgot. A CD4017-es kivezetései sorban rá vannak kötve egy rakás ledre. Ezzel mi most nem foglalkozunk, mert látjuk, hogy a ledek csak folyamatosan világítanak, és nem lépnek egyik helyről a másikra. Tehát valószínűnek tartom, hogy nem ezzel van probléma. Az egyetlen dolog, amit megmérek, hogy vajon az IC az kap-e megfelelő feszültséget, a VDD, tehát a távfeszültség láb a 16-os számú, ez konkrétan az egyes számmal átellenes láb a túloldalon, hogyha erre rámérek, ugyanúgy fölmegy az 5 voltos szintre, tehát a távfeszültséget megkapja az IC. Nézzük tovább. Az IC előtt van az NE555, ez egy teljesen egyszerű időzítő. IC a távfeszültséghez képest leosztott feszültség alapján különböző frekvenciájú, viszonylag pontatlan, de ilyen hobbi feladatoknak bőségesen elegendő, sima négyszögjelet ad ki. Amit meg kell néznünk, az az out, a kimenet konkrétan, amin elvileg ki kellene, hogy menjen a négyszögjel. Ez a 3-as számú lábon van, ez az IC tetején lévő kis indexhez képest a 3. És azt láttam, hogy itt stabilan, hát ha nem is 5 volt, de körülbelül 4,8 volt jelent meg. Viszont nincs négyszögjel. Ilyenkor már feltételezni lehet azt, hogy valami probléma valószínűleg van magával az áramkörrel, vagy magával az IC-vel. Az egész történet történelmileg úgy alakult visszafelé, hogy az a felállás, amit most van, és aminek egy elég jelentős eleme az, amit most kikapcsoltam, egy labortápegység, ez korábban nem volt. Én pedig meglehetősen fáradtan, meglehetősen lelkesen fogtam magam, és elkezdtem tesztelni ezt a panelt, aminek az lett az eredménye, hogy sikerült fordított polaritással rákötnöm. Magán a panelem, majd ezt látni fogjátok a kapcsolási rajzból, és semmilyen védelem nincs fordított polaritás ellen. Ez egy ilyen hobbi célú alkatrésznél tulajdonképpen lényegtelen, viszont abban az esetben, hogyha komolyabb, drágább eszközöket használunk, azért ennek van jelentősége. Olyannyira, hogy a labor tápegységek jelentős részén nem csak a túláram, illetve a túlfeszültségvédelem beállítható, hanem fordított polaritás elleni védelem is van,
Tehát, hogyha úgy látja a tápegység, hogy valami nem stimmel, akkor nem fogja beerőltetni azt a hát 300-400 milliampert, vagy még többet, ami ahhoz szükséges, hogy egy IC-t például tönkretenye, hanem egyszerűen lekapcsolni. És onnantól kezdve nincs probléma, az áramkör védve lesz. Sajnos ez az áramkör rosszul járt, mind a két eleme konkrétan és a szószoros értelmében elfüstölt. Én tudtam már a videó elkészítése előtt, hogy ezzel problémák vannak, azt is tudtam, hogy mi a probléma. Viszont, hogyha valakihez, akár hobbiból, akár ismeretségi körből, bárhonnan behoznak egy olyan elektromos eszközt, aminek működnie kellene és nem működik jól, ha nincsenek egyértelmű külsérelmi nyomok, nem lehet megállapítani, vagy nem tudjuk az előtörténetet, akkor nem lehet, vagy legalábbis nagyon-nagyon nehéz megállapítani, hogy valójában mivel van probléma. Az oszcilloszkóp arra jó, hogy kulcsponti helyeken megvizsgáljuk az áramkört, és hogyha kulcsponti helyeken azt tapasztaljuk, hogy az áramkör nem az elvárásoknak megfelelően működik, akkor tudunk segíteni rajta. Mi az, ami a videó további részében történni fog, egy jelentős átalakítás után megpróbálom a két IC-t kiszenelni, és a helyükre egy-egy új, frissen vásárolt és remélhetőleg hibás IC-t visszaforrasztani, majd ezt követően ugyanezzel a felállással fogok csinálni még egy tesztet, hogy lássátok, hogy milyen, amikor az áramkör normálisan működik. Na, akkor lássunk hozzá filmfelvételt, ezúttal egy teljesen más technológiával készítem. Ezügyben nagyon szépen köszönöm Fischer barátom hihetetlen nagy segítségét. Két IC van tehát a próbapanelen, az egyik ugye ez a bizonyos léptető IC, a másik pedig az időzítő. Amit használni fogunk a feladathoz, az a szokásos folyatószer, illetve egy onszippantó vagy onszívószalag, és a csipesz, és a páka. A kiforrasztás technológiája következőképpen nézne ki SMD alkatrészek esetében. Vennénk egy hőlégfúvót, egy olyan pákát, ami meg beállított erősséggel, beállított hőmérsékletű levegőt tud nagyon konstans módon kifújni. Ezzel fölmelegítenénk magát az alkatrészt, illetve körülötte a panelt is. Majd amikor minden láb alatt elolvadt az ovon, akkor fogjuk és lemeljük az alkatrészt. Mivel nincs hőlégfúvóm, így hagyományos pákával fogom ugyanezt a műveletet elvégezni. Ami az érdekesen vesz a dologban, én korábban beszéltem arról, hogy javítási feladatoknál, illetve amikor alkatrészt kell cserélni, az első és legfontosabb, amit védenünk kell, az konkrétan a nyák. Azt nem szabad tönkretenni, mert annak a pótlása adott esetben nagyságrendekkel többbe kerül, ha egyáltalán megvalósítható, mint az alkatrésznek a cseréje. Két technológiát fogok most megmutatni, az egyik az biztos, hogy tönkreteszi az alkatrészt. A másik nem biztos, hogy tönkreteszi az alkatrészt, de elég gány módszer abban a tekintetben, hogy konkrétan ohmban fogjuk fürdetni a konkrét alkatrészt. Ez az időzítő lesz, mert ez kellően kicsi ahhoz, hogy ezt megtegyük. És így elérhetjük azt, hogy egyszerre négy lábat ki tudunk forrasztani, és egy kis külső ráhatással meg tudjuk oldani azt, hogy az alkatrész tulajdonképpen károsodás nélkül lekerüljön a nyákról. Viszont ebben az esetben annyival bejebb vagyunk, hogy láttok egy olyan technológiát, amivel egyébként más alkatrészeket, ellenállásokat, ledeket, kondenzátorokat, ilyesmiket ki lehet forrasztani. Konkrétan az alkatrész károsodása nélkül. Az eljárás a következő lesz, páka szokásos módon 350 fokra beállítva. Fogom a vékonyabbik ont, kicsit megónozom a pákának a hegyét, és konkrétan az összes alkatrész lábat jó alaposan végigónozom. Hidakat képezek az alkatrész lábak között, azért, hogy legyen egy olyan összefüggő felületem, egy apróság, bekapcsolom az elszívást, ezzel valószínűleg a hangminőség valamennyit romlani fog, viszont cserébe én nem fogok megfulladni a füsttől, vagy a párától, gőztől, ami kijön magából az ómból. Tehát létrehoztam az IC mind a két oldalán egy-egy olyan hőhidat tulajdonképpen, ami segít majd nekem az alkatrész egyik oldalát leemelnem a nyákról. Megpróbálok benyúlni az alkatrészlábak és az alkatrész között, a nyák, pontosabban az alkatrészlábak és a nyák között, a lábak alá, és egy picit megemelem az alkatrészt. Ezen az oldalon elereztem, ugyanezt megpróbálom megcsinálni a túloldalon is. Ami füstöl ebben az esetben még mindig szerencsére az ón és nem maga az alkatrész. Bár ha az alkatrész füstölne, akkor sem esnek különösebben kétségbe. Ismét emelek valamennyit. Az egyik oldalon, a előbbi oldalon, ahol forrasztottam, ott már egy meglehetősen távolra sikerült elemelnem. Ismét az egyik oldalon,
ezen az oldalon már elvált, most megfogom az alkatrészt a chipesszel, felolvasztom, kicsit a másik oldalt is, és sikerült levennem. Alkatrész gyönyörűségesen füstöl, és azt látom, hogy rosszabb esetben sajnos a nyák egy darab is jött vele, ez mindjárt ki fog derülni. Méghozzá a következő módon, kevés folyatószer a nyákra, pontszívószalag, ebben is van egyébként alapból folyatószer, tehát külön nem feltétlenül kell használni, viszont a hatékonyságát mindenképp növeli. Ilyenkor arra kell vigyázni egyébként az onszívószalag használatánál, hogy mivel részből van és a rész viszonylag jó hővezető, így könnyen előfordult az a szerencsétlen helyzet, hogy próbáljuk arra a helyre terelni magát az onszívószalagot, ahonnan magát az ont fel akarjuk szippantani vele. Így könnyen előfordulhat, hogy a kezünkkel, ahol fogjuk magát az onszívószalagot, vagy a kezünket, jó alaposan megégetjük. Mákon van, úgy tűnik, hogy a nyák maga nem sérült. Ezt egyébként elég valószerűtlennek tartottam, mert hogy azért ezek a nyákok hát meglehetősen jól vannak összerakva műszakilag, ahhoz, hogy egy ilyen kisebb baleset simán le tudja szedni azt a vezető réteget, amihez hozzáforrasztjuk az alkatrészeket. Sikerült eltávolítanom az IC-t, izopropil alkohol, lemosom a felületet, egyrészt zsírtalanítás véget, másrészt a véget, hogy a folyatószer maradványait eltávolítsam róla. Harmadrészt a véget, hogy lássam, hogy konkrétan milyen felület jött létre. Valószínűleg a kamera jósága, illetve a lencse jósága okán ez egyértelműen látszani fog a videón, hogy maga a nyák az olyan állapotban van, mint újkorában. Innentől kezdve azt lehet mondani, hogy ez az alkatrész már visszaforrasztható lenne. Viszont én most ezzel külön nem fogok küzdeni, mivel ezt korábban már ugye egy felvételen megmutattam, hogy hogyan is működik az IC forrasztás. Viszont akkor jön a másik, soklábas alkatrész. Itt már meglehetősen nehéz lenne, ugye ez egy 2, 4, 6, 8, tehát egy 16 lábas tokozású IC. Nehéz lenne azt elérnem, hogy az egyik oldal végig be legyen ónozva, és az ón teljes egészében olvadt állapotban maradjon, és még le is tudjam emelni róla. Viszont azért teszek egy próbát vele. Vajon semmi esetre sem származhat belőle, és az eljárás, ez az eljárás mindenképp gyorsabb, mint a másik eljárás, amely során konkrétan az alkatrészlábakat kell hajlítgatni egyenként, ahhoz, hogy le tudjam menni az alkatrészt. Egyik oldal megvan, hajlított végig csipesszel megpróbálok alányulni, és megpróbálom leemelni, vagy legalábbis megemelni egy picit az alkatrészt. Hallottam egy halk kattanást, az annyit jelent, hogy valószínűleg valamelyik láb már elengedte magát. Beonozom a túloldalt is. És remélem a felvételen egyértelműen látszik, hogy az ón nagy előszeretettel követi a pákának a mozgását. Ugye erről beszéltem a korábbi videókban, hogy az ón mindig a hőmérséklet felé szeret menni, a magasabb hőmérséklet felé. Arra terjed nagy előszeretettel, ezt tudjuk mi kompenzálni azzal, hogy folyatószert használunk. A folyatószert jobban szereti egy picit az ón, mint magát a nagy hőmérsékletet. A differencia annyi, hogy az egyikkel ügyesen, gyorsan lehet forrasztani, a másikkal meg meglehetősen nehéz jó minőségű forrasztást előállítani. Az egyik oldala szinte már teljes egészében elvált, itt most a csipesz felüli oldalról beszélek. A másik oldalról még van baj, itt jön az, hogy sajnos jobbkezes vagyok. Sajnos, ez persze idézőjelben értendő. És ugyanazon az oldalon kellene a pákát kezelnem, és az ecsetet, a csipeszt. Meglehetősen nagy távolság van egyébként már az alkatrész és a nyák között, tehát már sikerült legalábbis most a forrasztással átellenes oldalon annyira elemelnem az alkatrészt a nyáktól, hogy ott már valószínűleg az alkatrész lábak, illetve a nyák, az nem is találkozik. Ezt már csak az ón tartja össze. Most megpróbálok egy, hát nem trükköt, alapvetően egy másik megoldást.
ószívó szallaggal ezt az irgalmatlan mennyiségű ónt megpróbálom összeszedni, és attól a pillanattól kezdve, hogy az ónszívó szallag fölvette, onnantól kezdve az alkatrész lábak gyakorlatilag a levegőben kellene, hogy álljanak. Legalábbis nagyon remélem, hogy ott fognak, és akkor a túloldalról egyszerűen le fogom tudni emelni az alkatrészt. Tévedtem, azért még van ott egy kis érintkezés, de ez egészen minimális. Azt lehet látni, hogy a csipesznek a feje már nagyon szépen befér az alkatrész alá. Emelek egy kicsit a másik oldalon is. Gyakorlatilag annyi történik, hogy egyszer az egyik, másszor a másik oldalt távolítom el egy picit a nyáktól, azáltal, hogy mindig egy picit emelek rajta, ugye annyit éppen, amennyit tud mozogni az egész történet. Ez az alkatrész is lent van a helyéről. Úszik a folyatószerben. Következik a tisztítás. Hétköznap, általában munka közben érdemes arra ügyelni, hogy minden szerszámot, eszközt mindig ugyanoda az oldalra, ugyanahoz a kezetekhez tegyetek. Ugyanoda akár be is lehet jelölni, hogyha valaki nagyon németes, nagyon precíz, pontosan be lehet jelölni az adott eszköznek a helyét, és innentől kezdve, szinte csukott szemmel, álmából felébredve is fog tudni az ember forrasztani. Leveszem a nyákon maradt maradék ónt, ismét ónszívószalaggal, viszonylag kis méretű alkatrészekkel és viszonylag kevés ónnal van dolgunk, ezért a vékonyabb ónszívószalag is tökéletesen megfelel a célnak. Ha nagyobb felületről vagy furatszerelt alkatrészekről lenne szó, akkor nyilván a vastagabbat kellene, vagy az egészen vastag 2-3 mm-es lenne érdemes használni, mert az tud megfelelő mennyiségű ónt magába szedni, olyan mennyiséget, ami mondjuk egy furatszerelt nyelk esetében előfordul. Az a mozdulat, amit előbb láttatok tőlem, azt nem nagyon tanácsolom sűrűn elvégezni, mert ilyenkor azért olyan 200-250 fokos az ónszívó szalagnak az a része is, amit megfogtam. És mákon volt, mert hűlt annyira gyorsan, hogy ebből nem lett különösebb égési sérülés. Egyébként valószínűleg erősen sziszegtem volna. Sikerült ezt a másik alkatrészt is úgy levennem, hogy gyakorlatilag teljesen tiszta és sértetten alatta a nyák. Felszívom a maradék ónt is. Teljesen egyébként nem biztos, hogy érdemes eltávolítani, mert annyival is egyszerűbb lesz majd az új alkatrésznek a beforrasztása. A következő lépés, amit meg fog tenni, az annyi, hogy az elektronikai áruházban vásárolt alkatrészt, ezt konkrétan most előszedem és beforrasztom a helyére. Maga az eljárás már jól ismert a korábbi videóból. Az alkatrészt nagyjából a helyére illesztem. Az egyik lábát le fogom forrasztani minimális mennyiségű onnal, vagy a másik módszert alkalmazom, és talán ebben az esetben ez lesz a célra vezető. Mind a két oldalt alaposan megküldöm folyatószerrel, ez még mindig a gél állagú dolog. Mind a két oldalra rakok. Az eljárás úgy fog egyébként kinézni, hogy miután sikerült kicserélnem a pákahegyet, akkor a pákahegy kosarába mondjuk elhelyezem, hogy bele folyatok egy csomó ónt, és gyakorlatilag a pákahegyet csak végighúzom az alkatrész lábok fölött. Sikerült a pákát visszaújítani, és azóta már vissza is melegíteni. Amit most mutatok, ez egy hagyományos véső alakú pákahegy, remélem még ráadásul éles is a feltételen. Ez egy vadonatúj darab, azért ilyen hihetetlenül szép csillogó. A használt azért ennél egy kicsit színjátszósabb, de alapvetően ugyanígy néz ki. A másik hegy, ami most konkrétan a pákában van, féloldalas, hát ez nem véső alakú, és a belső oldalán van egy zseb. Ez a zseb arra való, hogy onnal töltsük fel. És ebből a zsebből gyakorlatilag különösebb nehézség nélkül tudjuk rájuttatni a felületre az ónt, pontosan azokra a helyekre, ahova akarjuk. Mivel viszonylag kis alkatrészről van szó, így viszonylag kevés ónra van szükség, tehát nem fogom teljesen megtölteni a zsebet. Ezt lehet látni, hogy most azért már rendesen tele van. Fogom a csipeszt, lenyomom az alkatrészt, úgyhogy lehetőleg nem mozduljon el. Ez egy nagyon lényeges dolog, mert ha ez egyszer úgy elmozdul, ha az egyik oldalt beforrasztom, utána ugye már nincs lehetőségem arra, hogy módosítsak rajta, anélkül, hogy az alkatrészt konkrétan károsítanám. Oda nyomom a pákahegyet, és egyszerűen végig húzom.
átnyomok a másik oldalra, oda nyomom a fákahegyet, és végig húzom. Látom, hogy az utolsó láb kicsit gyengús lett, rákorrigálok, jön a nagyító, és mind a két oldalon végignézem a forrasztásokat. Ennyi. Most nagyon óvatosan leszorítom a nyákot, a nyákra az ícét, lehetőleg úgy, hogy ne mozduljon el. Különösebben nagy erőt nem kell kifejteni hozzá. Hozzáérintem a pákát, és egy viszonylag gyors, határozott mozdulattal végighúzom a lábakon az egyik oldalon. Ellenőrzöm, hogy van-e benne megfelelő mennyiségű forrasztó, és ugyanígy végighúzom a másik oldalon is. Két láb kimaradt, ennek két oka lehet, az egyik az, hogy elfogyott az ón, a másik az, hogy nem melegedtek fel eléggé a lábok, úgyhogy most egy nagyon kevés ónt még beleteszek. Az alkatrészt ilyenkor már szükségtelen fogni, majd lábak többsége így is, úgy is a helyén van, és megfelelő támasztékot nyújt, megfelelően rögzíti az alkatrészt. Végighúzom a másik oldalon is, és jön az ellenőrzés nagyítóval. Két dolgot keresek, pontosabban hármat. Az egyik a hideg forrasztás, ami akkor tud létrejönni, amikor a lábak nem elég, vagy a nyák, vagy a láb nem elég meleg, és nem tud fölfutni rá az ón. A másik pedig két alkatrészláb között létrejövő tulajdonképpen hidat ónból. Az egyik elégtelen kapcsolódást fog létrehozni, vagy hoz létre tulajdonképpen, a másik pedig zárlatot fog okozni két láb között. Egyik sem olyan dolog, amit mi nagyon szeretnénk egy elektromos áramkörben. Úgyhogy minden esetben ezt ellenőrizni kell, még mielőtt áram alá helyezzük. Elvileg készen vagyunk, innentől kezdve a lépés, a következő lépés az, hogy kikapcsolom a fákát, és rákötöm a tápegységre. Tehát működik, két dolgot lehet észrevenni, az egyik az az, hogy két láb, vagy pontosabban két láb nem működik, az egyik ez, ami soha nem kap áramot, a másik ez, sőt van egy harmadik, az pedig ez. Most két dolgot tudunk tenni, az egyik dolog az, hogy megnézzük, hogy a ledek azok jók-e vagy sem, ezt ugye multiméterrel tudjuk megtenni a legegyszerűbben, hogyha megfelelő polaritással a multiméter szakadás vizsgálójával rányomunk, abban az esetben, hogyha a LED jó, akkor elkezd derengeni, a multiméter pedig a LED-nek a kapocs feszültségét kijelzi. A másik módszer az, ugye ez az oszcilloszkópos módszer, hogy megnézzük, hogy egyáltalán azok a LED-ek kapnak-e áramot vagy sem. Reményeim szerint sikerült mindent úgy beállítanom, mint ahogy korábban volt. Ugyanúgy itt van az oszcilloszkóp, itt van a próbapanel, most már ugye a javított változat. Innentől kezdve ugye az első dolog, hogy feszültség alá helyezem a rendszert, lehet látni, hogy ugyanúgy működik, mint előbb. Nincs érdemi különbség a kettő között, ugyanúgy a D2-es, a D5-ös, illetve a D10-es LED sajnos nem működik. Ugyanazon a hibakeresési protokollon fogok végigmenni, mint az előbbi alkalommal. Egy kicsit célirányosabban. Ugye magáról az időzítő IC-ről tudom, hogy a hármas láb az, amelyiken konkrétan az órajel kijön. Ez ugye a megfigyelőhöz képest, tehát a kamerához képest a túloldali hármas láb. Hogyha erre ráteszem a próbnak nevezett ügyetet, magát a mérőtüskét, akkor lehet látni egy nagyon határozott négyszögjelet. Hogyha ugye az időzítést változtatom, akkor lehet látni, hogy változik az, hogy milyen nagyságú az ér, ami megjelenik. Egy egyszerű mérés, 5,6 Hz az, ami itt megjelenik. Az oszcilloszkóban van egy szoftveres mérő, illetve van egy hardveres frekvenciamérő is. Ugye a hardveres frekvenciamérő 15 Hz alatt nem mér, és itt ugye 6 Hz-ről van szó, ugye ez másodpercenként, ha jól számolom, akkor 5,6 váltást jelent. Pontosabban 5,6 teljes ciklust jelent. Ugyanennek a jelnek kell megjelennie a léptető IC 14-es lábán, az ugye ezen az oldalon van 9, 10, 11, 12, 13, 14-es láb. Ha erre rányomom, ugyanazt a jelet látjuk. Van egy érdekesség az oszcilloszkópon,
el tudom menteni a jelet. A háttérben látszik a fehér eredeti, és hogyha ugye kérdésként felmerül az, hogy van ugyanazt a jelet látom a túloldalon is, mint amit az előzőn is, akkor lehet látni, hogy igen. Egy kicsit odébb tolom azt a jelet, amit most veszek mind a két irányba, tehát mind a két tengen, X és Z tengen is lehet látni, hogy az eredeti referenciánként használt fehér, illetve ugye ami általunk használt sárga, illetve most élő ugye sárga az ugyanaz. Minden megy vissza eredeti állapotába. Ugye a cél az most, hogy kiderüljön, hogy a D2-es, a D5-ös, illetve a D10-es lábon, de a D10-es dióda az vajon miért nem világít, illetve a diódának van a hibája, vagy magának a vezérlőnek. Most egy olyan, hogy a D7-es diódának a lábára, vagyis a megfelelő oldali lábára rátolom a mérőtüskét, akkor azt látjuk, hogy megadott időközönként felvillan, aztán elmúlik. Felvillan, kialszik, felvillan, kialszik, tehát működik. A feszültségről annyit, most egy volt van osztásonként, a ledeknek, a vörös ledeknek nagyjából 2,1 volt a kapucs feszültsége, tehát ez annyit jelent, hogy ez megfelelően működik. Hogyha átmegyek a D5-ösre, ugye az éppen nem működő ledre, akkor azt látom, hogy végig 0 volton marad a feszültség, ami annyit jelent, hogy már nem is jut el az áram a diódához. Most kérdés, hogy meddig nem jut el? Eljut-e az ellenállásig? Nem jut el. Túloldalon eljut, de mégsem jut el. Kicsit visszaveszek az időből, méghozzá abból az okból, hogy ne kelljen olyan sokat várni, hogy az oszcilloszkóp jelet fogjon, és konkrétan valami jel megjelenjen. A következő, hogy ugye a kapcsolási rajz alapján, amiről én most puskázok, az derül ki, hogy a D5-ös LED konkrétan a 7-es lábon van, ugye ez a kamerával átellenes utolsó előtti láb. A kamerával átellenes oldalon az utolsó előtti láb, megpróbálom nem odébb tolni. És azt látom, hogy itt bizony van valami jel, tehát valószínű az, hogy valahol a kettő között tűnik el. Na most az, hogy ez miért van, és hol is van az a bizonyos szakadás, ez egy marha jó kérdés. D7-es láb, igen, D5-ös. Itt két dolog történhet, az egyik az, hogy ez a láb, ez konkrétan nem megfelelően van leforrasztva, amit ugye többszöri ellenőrzés után is simán kizártam. A másik az, hogy egyszerűen azt csinálom, hogy megmérem a következő, vagy megnézem a következő problémás lábat, ez mondjuk legyen a D10-es. A D10-es konkrétan a 9-es lábra van forgatva, az a kamera felüli oldalon, az első, ez itt. És azt látom, hogy itt bizony nincs jel egyáltalán. Úgy szintén nem stimmel a D2-es, a 3-as lábon, az megint a kamerával ellentétes oldalon a 3-as számú láb, a harmadik láb. És azt látom, hogy itt sincs jel egyáltalán. Teszek egy kísérletet, egyel odébb viszem a mérőtüskét, itt egyből megjelenik a jel, ez konkrétan a 4-es számú láb, ami a egészen véletlen módon a D4-es diódához tartozik. Tehát vagy egyáltalán nincs jel, már magán az IC-n sem, vagy az IC-n ugyan van jel, mint ugye előbb a 7-es láb esetében, viszont az a jel már nem jut el a... De igen, 7-es láb, az a jel már nem jut el magához, a diódához, pontosabban a diódát megelőző előtérte ellenálláshoz. Ebben az esetben ugye jönne az, vagy annak kellene következnie, hogy leszedjük az érintett alkatrészeket a nyákról, tehát kiszereljük az IC-t is, illetve kiszereljük a diódát is, illetve az ellenállást, tehát megszakítjuk az áramkört, és teljesen hagyományos módszerekkel, konkrétan multiméterrel, szakadásmérővel megnézzük, hogy hol lehet a szakadás a nyákban,
vagy pedig a nyákon kívül valamelyik forrasztás nem stimmel. Azért kell levenni az alkatrészeket, mert az alkatrészek konkrétan befolyásolják a mérést. Tehát ha a gyári technikai leírás alapján megvizsgáljuk, hogy mondjuk ez a léptető IC, illetve a kapcsolási rajz alapján az egész áramkör hogy néz ki, és ebben, hogyha egy szakaszt meg akarunk vizsgálni, ott hogy kell lene folyni az áramnak, illetve hogyha mi ebbe belemérünk, akkor hogy hozunk létre egy újabb áramkört, és mivel a mérés az feszültséggel történik, hogy módosítjuk az áramkört ebben az esetben. Illetve esetleg hova juttatunk úgy áramot, ami esetleg az áramkör meghibásodását okozza. Egy ilyennél teljesen mindegy, nem nagyon lehet tönkretenni azokkal az áramokkal, amiket egy multiméter kiad, viszont egy mikrokontrollert, vagy egy komolyabb erősítő IC-t, vagy egy-két érzékenyebb alkatrész, ezzel simán tönkre lehet verni. Alapból már elkészültem a videóval, amikor gondoltam egyet, és megmutatom, hogy milyen előnye van annak, hogy az embernek nem egy, nem kettő, hanem adott esetben négy csatornás oszcilloszkópja van. Bekötöttem még egy csatornát. Mind a két csatorna ugye eltérő színekkel megjelenik a kijelzőm. A lényeg az, hogy megpróbálom megvizsgálni azt, hogy az időzítése a kimeneteknek hogy néz ki. Ugye amikor az egyik, legalábbis a technikai leírás alapján, amikor az egyik kimenet magasról alacsony jelszintre vált, akkor ugyanabban az időben, illetve hát ugye kifejezhetően rövid technológiai értelemben, nagyon rövid idő alatt a következő kimenet már egyből magas szintre megy. Ugye itt gyakorlatilag kimarad egy lépés, mint kiderült, nem a D5-ös, hanem a D8-as dióda az, amit kicseréltem és amit kiégett. Most a D4-es, pontosabban nem, a D6-os, illetve a D7-es diódának az egyik oldalára fogok rámérni. A sárga az D6-os, a kék pedig a D7-es lesz. Azt lehet látni a kijelzőn, hogy a két jel az gyakorlatilag egymást követi, tehát elvágólag jön a kettő egymás után. Ha a D7-est és a D8-astra átlépek, akkor ugye azt lehet látni, hogy a D7-esen van jel, tehát a sárga az működik, de a D8-ason nincs, az nem működik. Viszont ha a D7-est és a D9-est veszem alapul, akkor viszont úgy szintén elvágólag jelenik meg a két jel, ami annyit jelent, hogy gyakorlatilag kimarad egy láb ebből a körforgásból. Ha ugyanezt megnézem két működő LED esetében, amik két eltérésre, két lépésre vannak egymástól, akkor ugye azt látom, hogy pont egy időzítésnyi áll kimarad a kettő között. Ebből én legalábbis azt a következtetést vonom le, hogy maga a léptető az picit okosan azt mondja, hogy oké, azzal a lábbal valami probléma van, akkor azt a lábat én átlépem. Innentől kezdve jön az, hogy bizony elő kell venni a technikai leírást, át kell nézni, meg kell nézni, hogy annak az adott eszköznek mi az elvárás, hogy a technikai specifikáció szerinti normális működése, és milyen különleges működési módokba tud belelépni abban az esetben, hogyha mondjuk egy kimeneten szakadás van, vagy egy kimeneten nincs fogyasztó, vagy a kimeneten rövid zár van. Nagyon sok ilyen lehetőség van. Minden ilyen lehetőséget a technikai leírások részletesen tárgyalnak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ennyi volt mára a tudományokból, a technikából, az SMD forrasztásból, illetve a hibakeresésből oszcilloszkóp által. Ha bármi kérésetek van, akkor azt kérlek kommentben, vagy a Facebook megfelelő csoportjában írjátok meg. Akár konkrétan ezzel kapcsolatban, akár teljesen más forrasztással, vagy más témával kapcsolatban, illetve hogyha olyan ötletetek, kérésetek van jövőbeli filmre, témára vonatkozóan, amiről eddig nem volt szó, és szívesen látnátok, és úgy gondoljátok, hogy kellően felkészült, kellően informatív és hasznos vagyok ahhoz, hogy ezt elkészítsem, akkor ezt is írjátok meg, és ennek megfelelően majd a jövőben, ha nem is kifejezetten korán és gyorsan, de el fogom készíteni. A segítséget még egyszer nagyon köszönöm Fischer barátomnak, a kamera a Parendésen üzemelt, szép napot!